Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Eddig és ne tovább. Nem történhet meg, hogy az Orbán kormány által elnöki kegyelemmel kiengedett pedofil segítő fényes nappal próbálja megfélemlíteni korábbi áldozatait. És a hatalom ezt hagyja? Mert a fideszeseknek minden szabad. Ennél súlyosabb bizonyíték nem létezik arra vonatkozóan, hogy amíg marad az Orbán rendszer, addig maradni fog az Orbáni pedofil hálózat és a törvényen felülálló Fideszes pedofilokkal és segítőikkel. A Demokratikus Koalíció feljelentést tesz, és Káendre azonnali letartóztatását követeli. Egyetlen percig sem maradhat tovább szabadon a Fideszes pedofil segítő, aki a kegyelme után ott folytatja az áldozatok megfélemlítését ahol a letartóztatása előtt abba hagyta. Az a minimum, hogy ezek után elviszik a rendőrök. A DK szerint ugyanakkor nem lehet minden fideszes pedofil mellé tévéstábot és sajtótájékoztatót állítani. Itt rend csak akkor lesz, gyermekvédelem csak akkor lesz, bebörtönzött Orbáni pedofil hálózat csak akkor lesz, ha már nem az Orbán rendszerben fogunk élni. Ez a hatalom ilyen. Az Orbánhoz közel állóknak minden szabad. És ez így is marad, amíg marad az Orbán rendszer. Egy olyan országban, ahol a törvény mindenkire egyformán vonatkozik, már az sem fordulhatott volna elő, hogy a bicskei pedofil igazgatót kitüntetik, a segítőjét pedig köztársasági elnöki kegyelemmel engedik ki. Ez az Orbáni pedofil hálózat műve, amely láthatóan a legfelsőbb szinten védi meg az Orbán közeli pedofil bűnönkövetőket. De olyan, hogy Magyarország legismertebb pedofil segítője egy ilyen szégyenletes botrány után továbbra is áldozatokat környékezhet meg, csak azt mutatja, hogy maguk a védelmezett pedofilok és segítőik is tudják, hogy a legmagasabb körökből védelmezik őket. A Demokratikus Koalíció feljelentést tesz, és K. Endre azonnali letartóztatását követeli. Egyetlen percig sem maradhat tovább szabadon a fideszes pedofil segítő, aki a kegyelme után ott folytatta az áldozatok megfélemlítését, ahol a letartóztatása előtt abba hagyta. A DK szerint ugyanakkor nem lehet minden fideszes pedofil mellé tévés távot és sajtótájékoztatót állítani. Itt rend csak akkor lesz, gyermekvédelem csak akkor lesz, bebörtönzött Orbáni pedofil hálózat csak akkor lesz, ha már nem az Orbán rendszerben fogunk élni. Mert az Orbáni pedofil hálózat és az Orbán rendszer egy és ugyanaz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!